Ez a közös poharunk a párommal, erre meg ilyen díszek. Katona Krisztina az új szobáját mutatja éppen, melyen most már hivatalosan is kedvesével osztozik hétfő óta. Az otthonban eddig 4 ágyas szobában élt, az új házban pedig már maga választhatott szobatársat. Bár az asszony még csak 1 éjszakát töltött itt, mégis azt mondja, nagyon szereti az új helyet. Én nagyon jó, én nagyon éreztem. Jó volt itt tanulni. Mi a legjobb ebben a házban? Hogy nem vagyunk annyian, csak 12-en. Az uniós program keretében 10 darab 12 fős házat építettek Polgárdiban. A házakban 2 szobánként 1 fürdőszobát alakítottak ki, és konyha, közösségi helyiség is van mindegyikben. A kormány célja, hogy azok az emberek, akik eddig a társadalom peremére szorultak, a többség elől elrejtve éltek, amennyire egészségi és mentális állapotuk engedi, visszaadják az önállóságukat, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila hozzátette, a támogatott lakhatás az önálló élet felé egy fontos lépést jelent. Ezek azok az élethelyzetek, amikben azt elő lehet hozni, hogy mindenki saját maga döntsön, és ne helyette döntsön. Ne otthon egy intézményben legyen valaki bezárva, hanem döntéshelyzetek sorozata előtt álljon minden nap, és ezekben a döntésekben természetesen ott vannak azok a munkatársak, akik segítik, de csak abban a mértékben, amennyire kell, hogy segítsék. A 10 új ház mellett a Polgárdi Otthon központjában egy szolgáltató centrumot is létrehoztak, ahol a nappali ellátás zajlik majd fejlesztésekkel és különböző közösségi programokkal együtt. A gondozottak közül sokan dolgoznak is a központi telephelyen, így az új házak a pihenést és a kikapcsolódást szolgálják, de itt sem maradnak magukra, hiszen egy szociális vagy egészségügyi munkatárs mindig vigyáz rájuk. A szociális intézmény gondozottjai szívhez szóló műsorral köszönték meg a projekt záró rendezvényen új otthonukat. Polgárdi polgármestere köszöntőjében elmondta, a telkeket, melyekre a házak épültek, ingyen adta az államnak, hiszen, mint Nyikos László fogalmazott, erős a város szociális elköteleződése. Amellett, hogy örülünk, hiszen egy állami közreműködéssel megvalósult fejlesztést adhatunk át a mai napon, azért polgármesterként én örülök, hogy a kollégáink, polgárdi lakosok is sokkal minőségibb környezetben, és ezáltal úgy gondolom, hogy a hivatásukat is magasabb színvonalon fogják tudni ellátni. Az új házak a szociális szférában végbe menő változást is jelképezik, hiszen a megengedő, túlgondozó ellátás helyett az egyén képességeire épülő ellátás felé léptek. Az államtitkár emlékeztetett, az év végére közel 5000 olyan férőhely lesz országosan, ahol fogyatékkal élő emberek önálló, családias lakóépületben lakhatnak.